amerikai terapeuta, minden évben szoktam őt kétszer idézni. Azt mondta, elgondolkodtam azon, mi a közös szál az összes kliensemben, akár milyen témával is jönnek. Szóval egy valamire egész biztonsággal találtam rá. Realitásvesztésben vannak. Azt is mondhatnánk, hogy ahol megoldhatatlan problémáink támadnak, és nem tudjuk őket se megoldani, se fölülmúlni, ott gyanakodhatunk némi realitásvesztésre. Az egyik legsúlyosabb realitásvesztés az, amikor a helyzetben nem látom meg a saját szerepem. Hogy én hogyan járulok ahhoz hozzá, hogy azt gondolom, hogy te vagy a hibás. Ez nagyon szemét mondat volt. Amíg, tudjátok, a neves amerikai családterapeuta, mindig ez nagyon jó ez a szó, hogy neves, és nem kell mondani a nevet, ugye? Tudom, neves. És ő azt mondja, hogy a sehova, csak a pusztulatba vívő kommunikációnak az egyik klasszikus ismérve, hogy valaki állítja, hogy a kialakult helyzetért kizárólag a másik a felelős. És ő nem felelős érte. Ez. Tehát a realitás pontos, viszonylag pontos észlelése az, hogy akármiben is vagyunk, abban én is benne vagyok, és én is része vagyok. Én is valamiképpen hozzájárulok, hogy az a helyzet fönnáll. De nem abban az értelemben, hogy én mindent megtettem azért, hogy jobb legyen. Mondok egy következőt. Sokszor elsőre nagyon világosnak látszik egy összefüggés. Például jönnek hozzám férfi, nő. Nő, férfi. A sorrend nem számít. Megint a férfit mondta először. És a nő kifejezetten kommunikatív, és mondja, és nyitott, a férfi meg ül, és kóla nincs. És úgy elsőre azt mondjuk, ó, itt van egy nyitott nő, meg van egy olyan, ó, egy olyan zárt pasi. És azt mondjuk könnyen, ó, a klasszikus fölállás. Mindaddig, míg egyszer csak például el nem jutunk egy mélységig, akkor a férfi elkezd beszélni. És sokkal mélyebbről beszél, mint a nő. És a nő kezdi el keresni a kólát. Nem tudom, megfigyeltétek-e azt, hogy az életben a különböző jelenségek sokszor rétegszerűen vannak. A felszínen úgy tűnik, te vagy a nyitott, és én a zárt. Lejjebb megyünk, pont fordítva van. És ez a csere nagyon érdekes, ha megfigyeljük. Sokszor, amikor a nyilvánvalónak tűnik valami, azért nincs gyerekünk, mert te nem akarsz. Amikor ezt olyan nagyon nyilvánvalóan mondja valaki, mindig elkezdek gyanakodni, hogy mi van a mélyebb szinten. A mélyebb szinten sokszor fordítva van. Az a baj, hogy te nem köteleződtél el mellettem. És nagyon egészen úgy tűnik, hogy tényleg ez egész világos, hogy így van. Elkezdem gyanakodni, mi van egy mélyebb szinten. Sokszor ezek ilyen sajátos cserében párban járnak. És ez a realitáshoz hozzátartozik. Valaki azt mondja, én itt most mindent megtettem. Mélyebbre megy, és azt mondja, ú, dehogy is. Ott, azon a ponton pontosan tudtam, hogy azt nem csinálom meg. Mondok egy mesét. Mese a vándorról szól. Megy a vándor, megy úttalan utakon, fogytán a vize, az élelme, és nagyon egyedül van. És ahogy megy, egyszer csak lát egy házat. A házikón kéményt, a kéményen meg vidáman száll a füst,
És az hátul füst van, ember is van. És akkor alig várja, hogy este azt a sok-sok napi magányát megossza valakivel, kapjon egy pohár jó vizet, talán valami élelmet is, de főleg, hogy beszélgethessen valakivel. És oda megy, tényleg ott a lemenő napban még éppen kapálgat a férfi, megszólítja, addál-e nekem egy kis vizet, és a szó szót követ, minden esetre isznak is, esznek is, ülnek a verandán. Azt mondja a vándor, te tudod-e, hogy itt vándorolok hetek óta, és rájöttem valamire. Van nekem egy társam, sosem hagy el engem. Ha megállok, megáll velem. Ha megyek, jön velem tovább. Hogy így egyedül megyek, rájöttem, van egy társam, aki mindig velem van, megáll, ha megállok, és jön velem, akkor, hogyha megyek. Mit gondolsz, ki az? Most én is. Mondjatok ötleteket. Árnyék. Hó, ez jó. Tessék? A félelem. Ó. Gondolat. Mit mondan el egy buddhista szerzetes? Esti kornél? Na még. Ah, Isten. Igen, nagyon többen nagyon bólogatnak. Ennyit látok. Aha. Na hát a vándor azt mondja. Hát, ha te kedves házigazda nem tudod kitalálni, hogy ki az, aki mindig megáll, mikor én is megállok, és jön velem, mikor elindulok, elmondom neked, a halál az. Egész életemben leghűségesebb társam. Szerintem erre a történetre több jó befejezés is van. De ez az egyik. És eljutottam ahhoz a mondathoz, mert hogy a realitásokról beszélünk. Aki nem tiszteli a halált, nem becsüli az életet. Aki nem tudja tisztelni a halált, az nem tudja megbecsülni az életet. Egy kapcsolatban, ha valaki nem tiszteli azt, hogy az idő múlik, és hogy ma megtehetek valamit, holnap már nem biztos, aki az időt, a mulandóságát nem tudja tisztelni, hogy fogja megbecsülni az együtt töltött időt? Nagyon problémás lesz. Úgy fogunk egymás mellett élni, mint hogyha akármennyi időnk lenne. Nincs akármennyi idő. Nincsen. És egy kapcsolatot tönkre lehet tenni. Ez egy realitás. Ha ezt nem tiszteljük, akkor nem fogjuk egymást megbecsülni. Ezért a történetnek van egy ilyen befejezése. Kedves házigazda, a halál az.